Az új évben mindenki megfogad mindent is, úgyhogy arra gondoltam, tegyük meg ezt együtt is. 10 újévi fogadalmat hoztam nektek, ami lehetne egyfajta tindigó 10 parancsolat is, amit ha betartotok, garantáltan gyönyörű lesz a bőrötök, úgyhogy tartsatok velem, mert ha 10-ből akár csak egyet-kettőt betartotok, már attól is minden sokkal jobb lesz. Kezdjük is! Sziasztok, én Dajti Éri vagyok, a Tindigo a kozmetikai márkám, és emellett online márkafüggetlen bőrápolási tanácsokat tartok. És számomra nagyon fontos a szép bőr, és küldetésem a szép bőr, és imádom a szép bőrt, úgyhogy ez most egy ilyen tényleg marketingmentes videó, ahol azokat szedtem össze, amik segítettek az ügyfeleimnek abban, hogy tényleg szép legyen a bőrük. Aki mind a 10-et betartja, annak megígérem, hogy tökéletes lesz. Aki a 10-ből csak 1-2-3-at, néhányat szemezget, biztos vagyok benne, hogy már nekik is javulás fog beállni a bőrük állapotában. Az első ilyen tippem az az, hogy igyatok elég vizet, folyadékot. Leginkább víz, amit innotok kellene, de a téli időszakban az is jó, ha mondjuk ittatok be gyümölcsteákat, gyógyteákat, arra figyeljetek, hogy vízhajtott teákat ne, mert az úgymond nem számít bele, például ilyen a fekete tea, meg a kávé sem ír, tehát ha ittatok egy teljes kávét, azt ne írjátok fel, hogy na, bevittünk 2 deci vizet, a levesek azok azért nem rosszak, de törekedjetek rá, hogy tényleg sok folyadékot fogyasztatok, hiszen a testünk víz, olyan, mint egy emulzió, ugye egy emulziós krém 70-80% víz az egyébként, nem vagy tudjátok. A mi testünkben is rengeteg a víz, úgyhogy ha nem akartok aszottak lenni, akkor ennek a legolcsóbb, legköltséghatékonyabb és legegyszerűbb módja az, hogyha elég folyadékot fogyasztatok. Egyébként ez nyáron szerintem 3-4 liter kellene, hogy legyen, de télen is a legesleg alja, a picike, másfél méteres nő vagytok, mint én, a 1,5 liter, de a 2 azért nagyon ideális lenne. Én magam télen ilyen 2,5 liter vizet iszok, de minimum 2-t, nyáron pedig 3-at minimum megiszok. És egész nap pisilnem kell, amivel mindenkit halálra idegesítek a környezetemben, főleg ha utazunk. Az egészséges életmód, nem tudom, hogy mondjam, az nagyon-nagyon fontos. Tényleg nagyon-nagyon fontos. A bőr a legnagyobb szervünk. Tudom, hogy sokan gondolnak úgy a bőrükre, mint valami esztétikai festővászon, de a bőrünk jelez, hogy mi történik a testünkben. Egészséges életmód az nélkülözhetetlen ahhoz, hogy hosszú távon is megőrizzük a gyönyörű bőrünket. 20 évesen még lehet jól kinézni, úgy, hogy állandóan csak cigizünk, hétvégente mennek a bulikák, azt piálunk, bár most a Covid alatt gondolom ez is szelidült. És egyébként meg junk foodon élünk, de ez hosszú távon nagyon-nagyon csúnya nyomot fog hagyni a bőrötökön. Úgyhogy a helyes életmód az nagyon-nagyon fontos, egészségesen étkezzetek, kiegyensúlyozott vegyes étrend, erről külön videónk is van. Szintén nagyon fontos, hogy eleget aludjatok. Minek azt mondja, hogy nem alszom, mert olyan sokat dolgozok, meg biztos videókban is, hogy elég ilyen bőrgös csaj vagyok, de alszom. 8 órát szoktam aludni egy nap, ideális esetben. Ehhez nagyon-nagyon igyekszem magamat tartani, van akinek ennél kicsit kevesebb alvás is elég, de nem szabad azt, hogy huzamos ideig keveset alszunk, az is teljesen tönkreteszi a bőrünket. És ide tartozik még a dohányzás, no cigi, cigaretta egyenlő szoporánc, aki dohányzik, gondoljon erre, annál csúnyább, azt szerintem nem sok van, mint a cigitől kialakult szoporáncok, az előbb-utóbb mindenkinek kialakul. Tudom, hogy ez most így brutál, ahogyan így kimondtam, és csúnyán hangzik, de nekem ez rengeteget segített, hogy leszokjak a dohányzásról. Ez a kép, cigi szoporánc, leszoktam. Úgyhogy ezért mondom nektek, hát ha nektek is segít, több mint 12 évig voltam lázdohányos, úgyhogy tényleg szurkolok, 27 évesen szoktam le, remélem, hogy nagyon-nagyon sokatoknak fog segíteni, de még kitalálhatunk erre valami szuper programot a 2021-es évben. Fényvédő, fényvédővel, mostantól minden reggel felteszem a fényvédőmet. Isten engem úgy segéljen. Fényvédőnél nincs fontosabb. Fényvédőzetek, igen, egyszer nagyon szeretnék tindigos fényvédőket. Rajta van a vakancs listámon, előbb-utóbb biztosan lesz. Nem hiszem sajnos, hogy az idei évben, de hát ha még az Isten is megsegél, és akkor elkészül. A lényeg az, hogy ne menjetek napra, ne menjetek szoláriumba. Fényvédőzetek ezerrel. Nagyon szépen kérlek titeket, mert semmi nem öregít úgy, mint a nap. Foltokat okoz, szolárium dettó, még rosszabb, 80%-ban a bőröregedéset a napsugárzás felelős, úgyhogy ne menjetek napra, és minden reggel használtok fényvédőt télen is, mert az ablakon és a felhőkön átmegy az UV-sugárzás télen is, úgyhogy
hajrá, fényvédőzésre fel, és nyára hordjatok napszemüveget és kalapot is. Bánj gyengéden a bőröddel. Nyilván akinek érzékeny a bőr, az érzékeny bőrre való kozmetikumokat igyekszik választani, még akkor is, hogyha csak rávenni egy érzékeny bőr, aztán nincs mögötte semmi, tele van illattal, akkor bármit is beletettek. De én nem vagyok hívannak, hogy a rezisztens, vagyis ellenálló bőröket is irritáljuk. Minek? Minek? Olyan, mint hogy jó van, bírja a verést a gyerek, akkor most miért ne verjük? Hát azért, mert nem hal bele a verésbe, attól még ne verjed be már szerencsétlen. A bőrötökkel ugyanezt csináljátok. Amikor rákentek alkoholos, illatos dolgokat, meg elkezditek dörzsizni, dörzsikesztyűvel, radírral, meg amikor a szivacsal is így dörgölitek, meg amikor nyúzzátok a fejeteket a krémekkel. Simi. Ne így, amikor valaki így, én nem is csak kérdezik, így, most bocsánat, én is már érzem, hogy a ráncem jönnek tőle. Tehát, hogy ne nyúzzátok a bőrötöket óvatosan, gyengéden, hímes tojással, szeretgetve. Jó? Tehát ezért a hozzáállásatok. Megígérem, hogy minden este lemosom a sminket. Könyörgöm, mossatok le a sminketeket, ne felügyedjetek le sminkbe aludni. Nem lehettek olyan fáradtak, hogy lefeküdjetek sminkbe aludni. Ezzel a legjobb sztorim az, hogy egyszer nagyon berúgtam 2 éve, akkor már Zalettel voltunk, ami nem annyira iszom, de hát azért is nem tudom, mit gondoltam, hogy én meg tudok annyit inni. Na hát akkor viszont belehúztam, és a Zalett vitt szegény haza a férjem, csodálom, hogy jött ezek után feleségül. Na hát nekem az egy olyan blackout volt az az éjjel, hogy amikor én reggel felébredtem, akkor így nem tudtam, hogy mi van. Nem volt rajtam, képzeljétek, smink. Mondta az Alek, hogy alig tudtam járni, de bementem a fürdőbe. És elkezdtem lemosni a sminkemet. Azt mondta, hogy nem tudtam kinyitni kulccsal az ajtót, de a sminkemet azt lemostam. Ez az igazi bőrápoló, értitek? Én azóta is ezzel röhögünk. A lényeg az, hogy le kell mosni a sminket. Az én egy ilyen beépített, automata üzemmód, hogy lemossátok. Nem a sminktől lesztek patinesek, alapvetően nincs probléma azzal, hogy sminkelünk, én is imádok sminkelni. Körbe vagyok véve egy csomó sminkessel, akik mind imádnak sminkelni, de éjszakára ezt rendesen le kell mosni. Erre legjobb a double cleansing, hogy egy olajos után egy géleset választotok. Ugye nekünk is ilyen mondjuk a Tindigo Mild & Pure, és utána mehet a Gentle & Pure, vagy a Balance & Pure, a bőrtípusoknak megfelelően, de bármi más is nem moshatjátok a sminketeket, ami gyengéd, és én nem annyira szeretem ezt a vattás sminklemosást, de legyen, hogyha nem annyira érzitek a bőrötök, de ne csiszatoljátok. Legyen az idei évben egy rendes rutinotok. Egy konzekvens, amit követtek. Nem olyan, hogy minden héten mást használtok, hanem hetekig próbálgatjátok, hogy mi a jó. Egyet kivesztek, egyet betesztek, nem egyszerre 10-et próbáltok újra. Van egy szisztémátok, egy rendszeretek, és reggel van egy lemosótok, egy szérumotok, egy hidratálótok, egy fényvédőtök mondjuk. Nekünk sok hidratálós szérumunk van, amik zsíros bőrűeknek vagy kombinált bőrűeknek elegendő hidratálást adhatnak, pláne utána egy fényvédővel. Így kialakítjátok a rutinotokat, este van egy lemosótok, egy retinolotok vagy egy peelingetek, meg egy hidratálókrémetek, meg egy olajotok, de ha nincsen egy retinol vagy egy peeling van, kombinált zsíros bőr, az is lehet, hogy elég. Persze lehet több szérumotok, például este lehet egy lemosó, egy peptidszérum, egy retinol, én ezt imádom, így tudom. Ápoljátok a habtesteteket is. Na most ez a ruha font azért jó, mert kicsit dekoltáltabb. Az örök fiatalság titkát azért nem mondom, hogy 1000%-ig tudom, de a dekoltázsom tudja. Most nem azért, de hello. Onnantól lefele azért már a gravitáció elkezdett hatni, de itt a bőröm az makulátlan. Ez azért van, mert ott nem táncolom. Ugye, mert nem tudom mozgatni a fejemet, én nem is oldalt alszom, hogy itt összegyűrődne, nem éri nap, és ide is tolom az anti-aginget. Gyakorlatilag a dekoltázsomon megállt az idő. Tényleg van értelme annak, hogy ápoljátok, legalább még a nyak dekoltás kerüljön bele az anti-aging rutinotokba, de én nagyon szeretem ápolni a kézfejet is, meg az egész karomat is anti-aginggel, hogy ne legyen foltos, ne legyen szotyi. Mondjuk ki. Ezt leginkább megelőzni lehet, az egész testen nyugodtan használhattok, akár anti-aging kozmetikumokat is, meg hámlasztót, vagy a soft and silky enzimes peelinget, ezt imádom a testemen. Nyugodtan használhatok ilyen termékeket, mert a bőr mindenhol öregszik, szóval ne álljunk meg itt. Legyünk maximalisták. Fogadjuk meg azt, hogy csak illatmentes, szép összetevő listás kozmetikumokat használunk már végre. A Tindigo természetesen ilyen, nem mondom, hogy az egyetlen ilyen márka vagyunk, de ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog. Jó, kicsit ez visszacsatol oda, hogy gyengéden bánjunk a bőrünkkel, de megérdemli,
Fejünk tetőtől talpig, én nem használok még illatos tusfürdőt sem, tetőtől talpig ápolhatjuk magunkat nagyon-nagyon szépen illatmentes kozmetikumokkal, gyengéden, jó minőségű kozmetikumokkal, magas hatalanyagtartalmúakkal. De hogyha nem akarjuk az egész testen, anyagi vagy egyéb okok miatt, vagy 20 éves vagy, és azt hiszem, hogy valaha megöregszel, hiába látod a fejemet, most vicceltem, mert azért nem annyira öregszem, de nyilván látszik, hogy nem vagyok 20 éves, de legalább, ha van egy basic testápolód, akkor az legyen illatmentes, és legyen szép összetevő listás. Nem kell, hogy a testedre valami illatos, pacsuli testvajat kenjél végig, és akkor háromféle illat felhövelyen körbe éjszakára. Sem a tusfürdőben, most ezt nem is ragozom. Érdemes az összes kozmetikumunkat lecserélni ilyen irányba. 9-es az az legyen, hogy megtanultok mindent a bőrproblémátokról. A bőrápolás az olyan dolog, hogy de elmentek egy dietetikushoz, olyan, amikor eljutok hozzám egy konzultációra, az kicsit olyan, mint amikor elmegyünk egy dietetikushoz, én is voltam már dietetikus, nálam nekem is van dietetikusom, és a dietetikus persze ír egy étrendet, ahogy én is írok egy rutin, de elmagyarázza, hogy mit miért úgy kell csinálni, hogy mi történik ilyenkor a testünkben, hogy miért úgy kellene enni, segít nekünk megérteni a problémánk gyökerét, és így megoldást adni rá. Én ugyanezt csinálom a bőröm. Segítek nektek a gyökerét is megtalálni, és egy komplex holisztikus szemlélettel megoldást adni nektek rá. Ehhez ti is kellettek, mert le kell tenni kis feneketeket, és meg kell tanulni. Nyilván konzin én elmagyarázom, de még konzin is szoktam nektek olyat csinálni, hogy nem tudom, rozacás valaki, és akkor amúgy van két rozacás videóm, igen, az összesen fél óra, az már nem fog beleférni ebbe a konziba, legyünk hatékonyak, nézd meg őket otthon, és légy szíves, amit abban mondok, csináld. Ezt ti is megtehetitek, ingyen és bérmentve. Én imádom a bőrápolást, tényleg elkötelezett célom, hogy mindenkinek szép legyen a bőre, ingyen is tudtok tanulni rengeteget a videóimból. Szálljátok rá az időt, és tanuljatok. Tanuljátok meg, mi az, amitől a ti bőrproblémátok megoldódik. Legyen az rozacea, akné, de anti-aging, ha más nem, mert az előbb-utóbb mindenki tud találni, mindenki megöregszik, és leginkább inkább nem is anti-aging, hanem a slow aging, vagyis öregedés lassítás az, ami jó szó erre, hogy lassítsuk le az öregedést, amennyire csak lehet. Ehhez ti is kelletek, meg kell tanuljatok azt, legalábbis szerintem érdemes, hogy miért van az a bőrprobléma, miért alakult ki nálatok, mert úgy sokkal jobban átlátjátok, hogy ki az, aki hülyeséget mond, ki az, aki nem, akkor is, ha nem vagytok szakértők, azért legalább a saját gondjáról érdemes az embernek tudni alapszinten valamit, vagy hogy miért öregszik a bőrünk, miért fontos a fényvédelem, rászállítanak a rászállítókrémet. Úgyhogy nagyon sok érdekes dolog van, és érdekes, és örömmel álljatok neki lelkesen, és akkor nem fog fájni, úgymond. A 10-es pont pedig az elköteleződés. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam az Insta Live-omról, amit január 1-én osztottam meg veletek. Ott erről beszéltem, még kin is van az Instámon, hogy mennyire fontos az elköteleződés, hogy minden sikernek a titka ez. Bármi is legyen az újévi tervetek, egyébként ez egy nagyon jól hasznosítható gondolat, amit utolsó zárszóként elmondok most nektek. A lényeg az, hogyha az ember szeretne valamit, hogy szeretne szép bőrt, szeretne lefogyni, szeretne letenni a cigit, bármi. Aj, de jó lenne, hogyha már. De azért úgy, én nem biztos, hogy felemeld a fenekedet, csak úgy vágyakozol. Aztán akarod. Ezt már jobban akarod. De amikor az ember elköteleződik, és én most mentem férjhez ott is, azért olyan ijesztő az, mert az ember elköteleződik, megígéri, hogy ő mindent megtesz azért, hogy azt sikerre vigye. A bőrötöknél is ezt javaslom. Köteleződjetek el a siker érdekében. Lehet, hogy nektek mondjuk idő hiányzik, akkor gyertek hozzám el egy konzira és felgyorsítjuk ezt. Lehet, hogy a pénz, nézzetek meg a videókat. Spóroljatok rá össze, ahelyett, hogy hirtelen felindulásból random kozmetikumokat vásároltok, vagy olcsó termékekből van 20, amikor lehet, hogy 3 drágább megoldaná a gondotokat, osszátok be okosan a pénzeteket, tegyetek rá félre, gyűjtsétek össze. Tudom, hogy sokszor az orvosi kivizsgálás, ami drága, de azokra is össze lehet tenni a pénzt, tudok nektek segíteni, hogy célzottan menjetek, ne locsoljátok el össze-vissza, vagy lehet, hogy le kell mondatok a napról, és egy ilyen, mi csak barnám vagyok, szép Ildi, most mi lesz? Hát, vagy láncos leszel, és még foltos is lesz a bőröd, vagy szép lesz a bőröd, és fehér leszel, és barnítozol. Mindig áldozatokat kell hozni a siker érdekében, azért, ha ti szeretnétek egy tényleg szép, egészséges bőrt, azért is áldozatokat kell hozni. Az élet már csak ilyen, de hát semmit nem adnak ingyen. Én nem fog nektek ilyen hülyeséget mondani, hogy ez a csodakrém kisimítja a fejeteket holnapra, ez meg eltüteti a pattanásaitokat. Ez ugyanolyan hülyeség, mint a fogyókúrás, amit nem. Ezt komplexen kell kezelni, bele kell tenni az időt, a pénzt, az energiát. Lehet, hogy áldozatokat kell hoznotok érte, de amit ahhoz a megkíván, azt meg kell tenni. De értitek, tényleg, szóval tegyétek a kezeteket a szívetekre, és ígérjétek meg velem,
hogy az idén elkötelezitek magatokat a siker érdekében, és elkötelezitek magatokat a gyönyörűbőr érdekében, vagy bármi is legyen a kívánságotok. Akár a dohányzást is vele tehetitek, ha az akadályoz meg titeket a szép bőr elérésében, vagy a sok-sok csokikát. Úgyhogy tényleg azt kívánom mindenkinek, hogy találja meg az ő saját útját. Egyébként a Tindigo Szépségreceptek VIP klubban rengeteg sikertörténetet osztottatok meg velem karácsonykor. Oda be tudtok lépni, Facebookon van, belinkelem nektek. A saját kis személyes történeteket imádom egyébként. Ha van ilyen, osszátok meg velem kommentben is. De ha bármilyen sikert elértetek, akkor írjátok meg nekem, hogy ez hogy sikerült, mert ezeket lehet implementálni, akár a bőrápolásra is. Ennyi lett volna már ez a videó, kívánom mindenkinek, hogy érjen azt a gyönyörű bőrt 2021-ben, amire vágyik, és minden sikerüljön neki, ami ehhez szükséges. Tudtok engem követni Instagramon Tindigo néven, aztán a Tindigo Szépségreceptek VIP klubban Facebookon, amit már említettem, és találkozunk jövő héten ugyanitt. Mindenkinek boldog új évet! Sziasztok!